2017-ben indult útjára az az Európai Uniós projekt, ami a könyvtári szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul. Ennek a programnak a részeként valósult meg szakmai nap a Bródy Sándor könyvtárban, ahol az ehhez kapcsolódó kutatásokat ismertették. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy több ponton is kapcsolódjunk ehhez a nagyívű országos projekthez, amelynek fontos célja, és ez minden községben, minden városban könyvtárosok célja is, hogy segítsék a köznevelést, a közoktatást, olyan programokat, foglalkozásokat szervezzenek, ami ezt a célt szolgálja, és ez közös célunk. A projekt szakmai vezetője Farkas Ferenc az eseményen elmondta, az Én Könyvtáram program a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtár használat fejlesztését, valamint a digitális írástudás közvetítését segíti majd. Azt szeretnénk, hogy hosszú távon is a könyvtárak meghatározó szereplői maradjanak a kulturális életnek, és az, hogy tavaly például megközelítette a 100 milliót a személyes illetőtár használatoknak a száma az országban, az így legyen majd 2020 után is, tehát a felnövekvő generációk is az internet mellett gondoljanak arra, hogy a könyvtárak részben hiteles információ közvetítő források, részben pedig egyfajta kalauzként tudnak szolgálni, akkor, amikor valaki egyszerűen csak jó olvasni valót keres. A programnak köszönhetően már képzéseket is indítottak, olvasási és könyvtárhasználati felméréseket készítettek, jelenleg pedig mintaprogramok fejlesztésén dolgoznak, többek között Gyöngyösön, Makláron és Egerben is.